Azt hiszem, hogy nem ismertem még embert, aki olyan mértékben megragadott engem a beleérző képességével, és főképp azzal, hogy milyen elképesztő bizalom sugárzott belőle a másik ember iránt. Ez egy teljesen ösztönös tulajdonsága volt Galántainak, és tulajdonképpen az volt a lényege, hogy ő sohasem szabott feltételeket a másik embernek. Ezt persze nem szavakkal fejezte ki, hanem az egész lényével, a testtartásával, a barátságos tekintetével, és ez elképesztő érték volt számomra abban a kommunista világban, a bedeszkázott égbolt alatt, ahol minden a hazudozásról és a kényszerről beszélt nekem. Persze neki is, de ő nálam tulajdonképpen bonyolultabb és furmányosabb elme volt, és ezért sohasem direkt szegült szembe, hanem mindig nagyon ügyes, kitérő mozdulatokkal. Azt hiszem, hogy még a boglári évek előtt ismertem meg, lehet, hogy az iparterv első kiállításán, az is lehet, hogy Petri Gallához is eljárt, erre már nem emlékszem, az egy egészen különös korszaka volt a magyar művészeti életnek, egy olyan korszak, amikor födő alatt nem tudott igazán forni semmi, hanem rejtetten és nagyon áttételesen nyilvánult meg az, ami valójában kifejezésre akart jutni. És Galántai ennek a folyamatnak egy született spiritus rektora volt. Akkor, amikor aztán hosszabban találkoztam vele egyszer, 1970 csodálatos derűs nyarán, ő már javában a kápolnatárlaton dolgozott, és sohasem felejtem el azt a gondtalan és ugyanakkor valahol az egész univerzumot magába foglaló beszélgetést, amit egy-két napig folytattam vele. Maga a kápolna környéke, azt ő mágikusnak és szakrálisnak tekintette, nekem se mágikus, se szakrális nem volt, hanem annál ezerszerte fontosabb, mert általa az ötletgazdagsága és a képzelő ereje révén a szabad önrendelkezés tere. Persze, ha a szabad önrendelkezés szent, akkor a kápolna környéke abban az időszakban, amikor ő ott volt, valóban szakrális lehetett. Azok a kiállítások, amelyek ott megjelentek, és amelyekkel tulajdonképpen a környezete őt az engedékenységével szinte lerohanta, de az ő érdeme volt, hogy ezek a kiállítások megvalósultak. Nos, ezekben a munkákban, amelyeket ott láttam annak idején, a művészet életként jelent meg. Megélt valamiként, és ez volt, ha lehet mondani műalkotásnak, ez élete legnagyobb műalkotása volt, hogy életként jelent meg az esztétikum, és életként jelent meg a gondolat is. Tulajdonképpen nekem az a kápolnatárlat abban az időben, amikor minden fogalom a hazugságra épült, ami nyilvánosságra juthatott, nekem ott a képzőművészet fogalmát a gondolat valósította meg, az a fajta gondolat és gondolkodás, amelyet Hence Tamás úgy fogalmazott meg, hogy a művészet az, hogy mi az a művészet. És ez tudatosította számomra ott is, hogy számomra és valószínűleg általában is a művészetben a legfontosabb, hogy átlásson az ember a megtévesztő valóságon. És Galántai nagymestere volt annak, hogy a mondataival mindig feltörje a látszólag természetes és magától értetődőt. Magában a politikai térben, mert azért vastagon egy politikai térben éltünk, legalább olyan erősen és meghatározottan, mint ma,
abban a politikai térben Galántai azt a taktikát választotta, hogy hülyének tetette magát. A rendszer, a politikai rendszer képviselőivel szemben mindig arról beszélt, hogy a tárlatnak művészeti jellege van, és elképesztő volt az az értetlen tanácstalanság, amellyel a kor művészethivatalnokai és erőszakemberei ezeket a önfelett örömmel előadott művészetesztétikai gondolatokat végighallgatták a maguk torz arcával, mint akik citromba haraptak, és ezzel Galántai valójában el tudta húzni a végzetet. És az volt az érdekes, hogy miközben ő mindig valahol ki akart bújni minden politikai alól, és ezt ma is ugyanígy csinálja, és tulajdonképpen az egész képzőművészet megpróbálja ezt csinálni, az én számomra valójában elképesztően politikai volt, amit csinált, mert tulajdonképpen a politikai gondolkodás minden hatóságát vonta kétségbe. És azt kell, hogy mondjam, hogy a legóriásibb tett ma egy új Galántaitól valószínűleg az lenne, hogyha valaki megint egy ilyen kápolnatárlatot tudna megszervezni, ahol a mai elképesztően intranzinges és idióta politikai mindenhatóságot lenne képes valaki a képzőművészet eszközeivel úgy kétségbe vonni, ahogy ezt annak idején a kápolnatárlatban Galántai és az egész milliője, azok a csodálatos emberek, akik ott kiállították, tették. És volt még valami Galántaiban, ami nekem egészen különleges volt, mert én nem tudok így hatni, és ezért nagyon vonz ez az ellentétesség, hogy őt valójában a naivitás védte meg minden rossztól. És sokan nem is értették őt, voltak persze, akik öngyilkos akciónak tekintették, amit csinált, és volt olyan is, mint Csutoros, aki azt mondta, hogy ha ez képes volt megcsinálni, akkor csak besugó lehetett. Na most ez is utal arra, hogy azért Galántai elképesztően különbözött azoktól is, akikkel együtt kiállított. Egy egész más ember volt. Nekem minden esetre ott azon a kiállításon maradandó élményeket nyújtottak azok a gondolatok, amelyek a concept art formájában megjelentek, és tulajdonképpen mindig ápolom a lelkemben ezeket az emlékeket. Szent Jobbinak az a mondata, hogy a művészet mindaz, ami tilos, ez tulajdonképpen az, amit valamilyen módon ma is kifejezésre kellene juttatni. És hálás vagyok a sorsnak, hogy én azt a balatonboglári világot annak idején követni tudtam, mert nekem a szabadságot jelentette azon a börtön Magyarországon.